Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence, akinek még a feje el van nyomva az alvástól. Sziasztok! Tiszta vörös a szemed is. Nem, majdnem a három van, és nem most keltem fel. Édesem! Elérkeztünk a következő sorozatunkhoz, aminek az első részét valószínű, hogy nálam fogjátok látni, utána természetesen Bence is el fogja kezdeni az ő részét, és ez a sorozat nem lenne más, mint egy nagyon cuki kis kedves reakciósorozat, miszerint Bence fog reagálni azokra a dolgokra, amit a lányok csinálnak, de valószínű, hogy nem ismerik be, titokba csinálják, és ha észreveszed, hogy csinálják, akkor is letagadják. Körülbelül ilyen dolgokat fogunk hallani, amiben kértem a ti segítségeteket, hogy segítsetek összegyűjteni nekem sokat, hogy tudjak válogatni, és le tudjam sokkolni Bencét velük. Jók érkeztek. El tudom képzelni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Még mielőtt elkezdenénk, szeretnélek titeket megkérni, hogyha az előző videóinkat nem láttátok, akkor csekkoljátok le őket a csatornáinkon, és természetesen, hogyha a Brodapestnek nem láttátok az első részét, milyen nap van, ked, akkor azt is csekkoljátok le, vasárnap érkezik a második része, és minden vasárnap 14:00-kor értelemszerűen jön a következő rész. És akkor megnyitom. Szeretném leszögezni, hogy mivel teljesen anonim a dolog, így én sem fogok állást foglalni, hogy mi az, amit csinálok vagy nem, ha csak nem nagyon egyértelmű, vagy véletlen Bence nem vágja rá, hogy úristen, ezt te is szoktad csinálni. Nyilván nem minden lány csinálja, úgyhogy ha valaki nem csinálja, akkor ne vegye magára, de hát igen. Oké. Az elsővel kezdeném, amit rengetegen írtak, hogy a lányok nem minden nap vesznek fel tiszta melltartót. Tehát, hogy egy melltartót hosszú-hosszú napokig mosás nélkül használunk. Most el nem tudod képzelni, hajnal háromban. Mit bólogat? Ezt észrevettem. Hajnal háromban. 10 percet keltem fel. Én azt se tudom, hogy ezt álmodom-e, vagy nem. Nem. Hát nekem magyarázhatod, mert az agyam az így most kapkod, hogy Jézusom, most már itt ülünk és vesszük a videót. Észrevettem már. Kösz. Jó, de viszont nem, szerintem... de egyébként ezt elmondanám, hogy a melltartó az nem olyan, mint mondjuk a felsőtök, vagy nem tudom én akármit. Tehát ezt akartam mondani. Itt megy el, nem ér hozzá konkrétan a hónajathoz, tehát ha izzadsz, akkor nem lesz konkrétan olyan. Nyilván nyáron gyakrabban mosod, de egyébként meg nincsen 5 millió kedvenc melltartód, úgyhogy ja, ez van. A következő, imádunk pattanásokat, miteszereket, bármit nyomkodni, piszkálni, amit egyébként nem szabadna, és nagyon szeretünk erről videókat is nézni. What? Szóval végén most what? Meglepett. Azt, hogy szeretek nyomkodni, azt tudom. Van egy réteg a lánynak, aki letagadja, de tudjuk. És egyébként ezzel szerintem nincs is baj. Nekem konkrétan a iskolai évem alatt volt lány barátom, akinek ez volt a feladata. Oh, wow. És aki szedte a szemöldököm, igen. Oh. Úgyhogy ezzel szerintem nincs baj, ez nem ciki, és igen, szerintem minden fiú tudja, hogy van ez a kis túlzott érdeklődésetek a pattanások iránt. Nincs ezzel baj. Oké, mehetünk tovább. A következő. Ezt amikor valaki leírta, hangosan felnevettem rajta. Tehát, hogy itthon vagy nyilvánosan, valahogy elbújva, a bugyika igazgatása nadrág alatt. Micsoda? Ezen nagyon felnevettem. Hát, hogy fehér nemű igazgatása ruhadarabok alatt. Jó, hát itt ez, oké, okay, most lesokkolt, nem tudtam. Hát, amikor a kis tanga elcsúszkál. Most oh, ezt wow. Hogy mondjam? Hát oh, most wow. Ha ez van. Elvándorolgat?
Megsemmisültél. Megsemmisültem teljesen. Jó, hát nyilván biztos tudtam tudat alatt, nem törődtem veled, de szerintem nem ciki. Mert most mondanom kell, hogy ciki vagy nem ciki, nem? Nem feltétlen, ha szeretnéd, akkor mondhatod, de... Júj, ez az egyik kedvencem. Hajmosásnál előfordul, hogy hullik a hajunk. Ja, mondjuk így. Ezt nem vázolom fel neked, mert ezzel te kellőképpen tisztában vagy, de hogy hát így azért eldugíthat dolgokat, meg a kád szélén ott az ázott macska kutya csomók, azok ott vannak, tehát hogy így ebben bűnös vagyok. De hogy a vicces része, amikor hosszú haja van a lánynak, és a két farpofája közé beszorul a haj, és azt rendesen ki kell húzni. Tehát, hogy ez egy külön tusolási menet, amikor a hajadat már leöblítetted, felraktad a kis turbánba, akkor jön az, hogy a testedről lemosd a hajszálakat. Ezt nem tudtam. Ezzel kapcsolatban teljesen vakon voltam. De örülök, hogy ez a sorozat megszületett, és ezt most meglépjük. Annál rosszabb érzés, amikor beragad a popódba a hajszál. Annál nincs. Esküszöm. Most 12 percet keltem fel. Feldolgozni se tudom az információt, nem hogy befogadni. Következő. Ezt többféleképpen láttam. Csak addig leborotválni a lábadon a szőrt, amíg kilátszik a nadrágból. Ez egy valós dolog. Vagy a másik verzió, hogy csak akkor borotválod a lábad, hogyha tudod, hogy látni fogják. De hogyha... Jaj, már. Ez egy valós dolog. Amúgy igen. De hogyha már ott vagytok, akkor miért nem lehet a lábad másik felét leborotválni, könyörgöm? Olyat nem csináltam még, hogy nem tudom én így idáig van a nadrág, és akkor csak ott, vagy nem tudom. Hashtag szexizokni. Oké. De igen. Tehát ezért kérem, mert te nálad biztos, hogy nem láttam még ilyen. Hát ha már rászánom magam. Nem, egyébként amikor tudok, akkor gyantázok, úgyhogy ez így, igen, de hát igen. És természetesen az is lényege a sorozatnak, hogy ti is a efféle élményeiteket és véleményeiteket írjátok le a komment részlegben, mi pedig bátran olvassuk el őket. Mehetünk tovább. Így van. Hát amikor nincsen rajtunk melltartó, és valahova nagyon kell futni, vagy lépcsőn jövünk le, akkor meg kell fogni a cicit. Ja jó, oké, ezt tudtam, és ez nem ciki. Ugyanis ezt szoktad látni elég sokszor, hogy a folyosó egyik végéből a másikba szaladok, és konkrétan fogom a cicijeimet, hogy ne essenek le. Uh-huh. Ezt tudtam eddig is. Előfordul olyan a lányoknál. Na, már kisültem rajta. Igen. Hogy amikor menstruálsz, igen, és kiveszed a tampont, mielőtt kidobnád, megnézed, hogy mi van rajta. El nem tudjátok hinni, hogy mennyien írták. Ez hülye. Most mi van? El sem tudom képzelni, mit látnék. Tehát azért gondoljunk már bele. Azt sem tudom, férfi, hogy mit láthatsz ott, de ezt például abszolút nem tudtam, hogy ez létezik, és hogy ezt csináljátok. Ezt is rengeteget kaptam. Titokban sok kamu profilról nézzük, hogy kiket követ, lájkol. Nagyon nagy meglepetésként érnek egyébként itt a fejlemények engem mondjuk úgy hajna a háromkor, de hát tanul az ember, amíg él. Úgyhogy várom a következő. Ne leskelődj! Tény, nem leskelődök, csak hát oda pillantottam, hogy miket lehet tudni rólatok. Szeretünk úgy ülni, feküdni, hogy az egyik kezünk a gatyánkban van minden ok nélkül. Tehát, hogy ezt így ne konkrétan gondold, de ide a csípőcsontot hoz. Ide. De ezt a fiúk csinálják. Mi? Ezt a fiúk csinálják, nem, hogy úgy alszol el, hogy bent van a kezed a gatyádba félig. Nem. De. A lányok is. What? What? Sose láttam. Ja, de. Nálad is láttam. Lehet. Jó. Ezt fel kell olvassam, mert ezt még soha nem csináltam, és nagyon meglepődtem. Hajszárítózás télen, fürdés, hajmosás után.
Még soha nem csináltam. Miért What? Csináljuk mi ezt a sorozatot? Mi az indítatás? Van, aki konkrétan időt tölt el azzal, hogy megfogja a hajszárítót. De miért csinálod, amikor meg tudod törölni? Ezt gondolom egyébként egyértelmű, de vicces. Amikor eszel, és a top trikó felső belepottyan a kaja, akkor így hosszú-hosszú percekig keresgélheted azt a kis műzli darabot, vagy bármi ilyesmi a cickóba. Mi történik jelenleg? Ha véletlen nincsen nálad tampon vagy betét, és éppen menstruálsz, akkor WC papírral vagy zsepivel helyettesíted. Teljesen normális. Egyértelmű. Ez a kedvencem. Egy hosszú nap után, mikor hazaérsz, a melltartód levétele. Végre leveheted a melltartót, és megvakarázhatod a cicieidet. Nem lepődtem meg. Nagy cici vakaró vagyok. Néha úgy teszek a tükör előtt, mintha modellkednék, modell lennék, akár messzelenül is. Pardon? Hát igen. A legnagyobb divat hetek a fürdőben vannak. El tudom képzelni. És akkor legyen az utolsó. Egy fióval beszélgetnek, és úgy van benne a telójában, hogy kicsi, pedig közben csak a testvéred. Még egyszer? Beszélgetsz egy fiúval. Igen. Telefonon. Aki úgy van beleírva a telefonodba, hogy kicsi, vagy szerelmem, vagy bármi. És közben csak a tesóddal beszélsz. Hogy lássa azt, érted, hogy hogyha ott van a crushod, és megcsörren a telefonod, hogy kicsi, akkor így... Igen. Van ilyen. Látod? Mekkora GTA-s cheat-ekbe vagytok ti csajok. Azt a mindenit. Jók az ilyen sorozatok, mert tanulok. Még nem igen. Kellenek ezek már nekem, de hogy azért volt neked Sanyi úgy beírva? Nem. Nem. És rá is játszanál? Szia kicsim, Sanyi meg... What? Ilyen vagy? Megint nem működik jól a nővére, mi a helyzet? Ez rátette lapáttal, hogy hajnal 3 van, és hogy most keltem fel. Csodálatos sorozat ismét. Nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon vicces, és egyébként tök jók ezek a dolgok, tehát hogyha bárki bármit csinál, semmi ciki nincsen benne, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattad. Alig várom a következő részt. Remélem, hogy lesz következő rész, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és ezzel jelezétek nekünk, hogy tetszik. Ezen kívül pedig üzenetbe nekem érkezhetnek ezek a kis tevékenységek. Keveset írjatok a komment részlegbe, mert még véletlen elolvassa a fiatalember a videó előtt. Figyelek rá. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk. Ahogy már mondtam, dobjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, iratkozzatok fel rám is, és Bencére is, hogyha még nem vagytok. Mind a kettőnknél nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, összeakad a nyelvem. A Brodapestre is iratkozzatok fel, csekkoljátok le a videókat, hogyha nem láttátok még videót, még csak egy van kint. Kövessetek minket Instán is, és még egyszer nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!